Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. A mai adásunkban, illetve a következő héten is egy olyan összeállítást láthatnak, amely a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara roadshowján készült ezúttal itt Székesfehérváron. Tartsanak velünk! Szövetségi politika az ugyanúgy élni fog, ahogyan az előző időszakban. Ugye a mostani regnálásunk ezen most záruló 5 esztendejében is a MAGOSZ együttműködött 17 olyan választási szövetségessel, akikkel most is együtt óhajtunk indulni a választásokon. Sőt, ez a vágy, ez most már olyan formában testet is öltött, hogy a választási bizottsághoz a megfelelő dokumentumok leadásra is kerültek. Tehát arra készülünk, hogy így fogunk tovább dolgozni. Arra készülünk, hogy az a jó kapcsolat, ami eddig is jellemezte a különböző érdekképviseletek, szakmai szervezetek, illetve a kamarának a munkáját, az folytatódjon. Én nagyon remélem, hogy az elmúlt közel 10 esztendő az megmutatta és bizonyította a szakmai szervezetek, érdekképviseletek tagjainak, vezetőinek, hogy a kamara nem helyettük kíván feladatokat megoldani, nem őket akarja ellehetetleníteni, hanem pont az ő munkájukat megértve, az ő céljaik elérésében akar egy hatékonyabb segítséget nyújtani, hisz nem egyszer láttunk, és erre konkrét példákat is tudnék mondani, mondjuk dinnye vagy tej vonatkozásában, amikor egy-egy ágazati problémát a kamara teljes súlyával megtámogatva tudtunk sikereket elérni. A közös agrárpolitikáról most az úgy beszélnék, hogy a kettes pillérrel kezdeném, már csak azért is, mert abban van vitézségünk, hisz 2018-ban, amikor letettünk az asztalra egy olyan javaslatcsomagot, amiben nem csak arra vállalkoztunk, hogy feltárjuk azokat a pontokat, amik megítélésünk szerint gátolták a magyar vidék dinamikus fejlődését, hanem elég bátrak voltunk ahhoz, hogy megoldási javaslatokat is megfogalmazzunk, és ebben volt olyan téma bőven, amit most így visszatekintve majd 5 év távlatából elmondhatjuk, hogy sikerre tudtunk vinni. És az egyik ilyen jelentőségét tekintve talán a legfontosabb, hogy sikerült a vidékfejlesztési programban a nemzeti társfinanszírozás mértékét a korábbi 17,5%-ról megemelni. Ugye 2018-ban, amikor ezt a dokumentumot készítettük, akkor azt gondoltuk, hogy 2 év múlva elkezdődik a közös agrárpolitika új időszaka. Aztán kiderült, hogy ez a 2 évből 4 lett, mert ugye 2 átmeneti évet még hozzá kellett adni. De ott azért már lehetett számolgatni, lehetett kalkulálni, és azért nagyjából sejtettük, hogy milyen keretek között, milyen anyagi keretek között lehet majd a közös agrárpolitika magyar megvalósítását alakítani. Ott már látszott, hogy ha az egyes pillérben nem akarjuk, hogy érdemben csökkenjenek a hektár alapú kifizetések, akkor a kettes pillérből biztos, hogy kell átrakni az egyes pillérbe forrásokat. Ez meg is történt 25% erejéig. A kettes pillérben nyilván az így maradó pénz viszont nem volt elég arra, hogy azokat az ambiciózus célokat egyáltalán kitűzni merjük, és nem hogy elérni, amik azért megfogalmazottak bennünk. Ezért 2018-ban már azt gondoltuk, hogy nem lehet elég korán kezdeni alapon, meg kell indítani a politikai lobby tevékenységet, hogy a társfinanszírozás mértéke nem maradhat 17,5%-on. És ezt hosszú évek sziszifuszi munkájával azt gondolom, hogy sok helyen elmondva, meghatározó, döntéshozói pozícióban levő embereknek elmondva, velük megértetve, és őket a mi pártunkra állítva tudtunk odáig eljutni, hogy miniszterelnök úr azt a döntést hozta, hogy 80% lesz a társfinanszírozásnak a mértéke. Én őszinte leszek, én a magam részéről maximum remélni mertem azt, hogy egy ilyen döntést hoz majd a kormány, de az tény is való, hogy a vidék felé mutatott testtartását jól mutatja a kormányzatnak azt, hogy az uniós szabályok szerint adható maximumot fordítja a nemzeti költségvetésből a vidékfejlesztési program kiegészítésére. Mert nyilván egy politikát leg lehet hirdetni, és arról lehet sajtótájékoztatókat tartani, és mindenféle csemborit is lehet mellé csapni, de egy politikai célnak a komolyságát az mindig abban mutatkozik meg, hogy a költségvetési soron mekkora összeg szerepel mellette. A többi az nyilván az ott a habosítása a történetnek, és azt látjuk, hogy itt, ami kifért a csövön, azt mindent megkaptunk.
Ez egy óriási lehetőség számunkra, és azt gondolom, hogy egy óriási felelősség is, tehát ezt a majd 4300 milliárd forintot jól felhasználni, ez egy nagy-nagy felelősség, mert ha most itt nem használjuk ki a lehetőséget, nem lőjük be az ittszert, akkor nincs az a kormányzat, bármilyen politikai színezetben is gondolkodunk, amelyik még egyszer ekkora lehetőséget fog adni a magyar vidéknek. Úgyhogy érezzük ennek a lehetőségnek azért a felelősség részét is. Az egyes pillért, ha hozzávesszük, akkor azt mondhatjuk, hogy 7600 milliárd forint áll rendelkezésre, ami egy meglehetősen komoly összegnek tudható be, és azt kell lássuk, hogy ennek a pénzösszegnek a jelentős részét azt próbáltuk úgy alakítani, ahogy egyébként az előző 7 éves tervezési időszakban is történt, hogy ennek több mint a fele az termelő beruházásokra legyen kifizetve. Tehát korszerűsítésre, új technológiára, új ültetvényekre, új gépekre, tehát olyanra, ami visszahozza az árát, ami termelő beruházás, most ezt hadd ne magyarázzam tovább, azon mindenki tökéletesen érti, hogy miről van szó. Ugye az előző 7 éves időszakban volt még egy vállalás, mégpedig az, hogy 80%-át a családi gazdaságok fogják kapni az akkor rendelkezésre álló nem egészen 1500 milliárd forintnak. Ennek a vállalásnak egyébként a kormányzat eleget tett, sőt, több mint 80%-át, így a ciklus zárása után ezt el lehet mondani, több mint 80%-át a családi gazdaságok kapták ennek a forrástömegnek. Most ilyen vállalás nincs. Egész egyszerűen azért, mert annyi pénz van, hogy nincs szükség ilyen vállalást tenni. Miniszterelnök úr azt az utasítást adta, hogy a családi gazdaságok számára meghirdetett pályázatok azok kvázi felülről nyitott forrással menjenek, mert amennyi pénz van, abból ki tudunk elégíteni minden értelmezhető igényt és gazdaságilag értelmes ötletet. És még így is azt gondolom, bőségesen maradt pénz a nagyobb gazdaságok számára a komoly akár élelmiszeripari vagy egyéb más beruházásoknak a megvalósítására. Ugye itt az átmeneti időszak az 2 évet jelent, a 21-22-es esztendőt. Hála Istennek a megemelt társfinanszírozás már erre a 2 évre is igaz volt. Ez azt jelenti, hogy ebben a 2 évben annyi pénzt tudunk elkölteni, mint az előző 7 éves időszakban összesen. Itt azért lehetett látni, dömping volt a pályázatoknál, elég csak az AKG-ra gondolni, amiben én nem is találkoztam olyan, aki ne nyert volna, biztos van. Én azt gondolom, hogy jó esélye, aki nem követette szarvas hibát, annak azért komoly esélye volt arra, hogy AKG-ba nyerjen, és még ugye kertészeti, precíziós beruházások, és hadd ne soroljam, mennyi beruházás volt. És nyilván ez folytatódni is fog. Miniszterelnök úrnak a gazdakongresszuson volt egy nagyon komoly mondása, amit mindenkinek ajánlok a figyelmébe, és emiatt is fogom most megismételni, amikor azt mondta, hogy az élelmiszeripari termelésünknek a 80%-át hazai tulajdonú vállalkozásoknak kell adni. Ez most nem így van. Ezt azért lássuk. Tehát itt nagyon sokat kell előre lépnünk, és nagyon komoly élelmiszeripari beruházásokat kell a magyar tulajdonú vállalkozásoknak megtenni ahhoz, hogy ezt a célt el tudjuk érni. Ez nem lehetetlen, de az biztos, hogy egy magasabb hozzáadott érték előállítására lesz szükség, és ehhez egyébként a pályázati háttér az adott is. Az egyes pillérről néhány gondolatot, mert azért itt is kellett küzdeni azért, hogy a lehetőségek azok ne szűküljenek. Ugye először is kezdtük azzal, hogy néhány évvel ezelőtt, még többen emlékeznek rá a teremben, aláírást kell gyűjteni azért, hogy a közös agrárpolitika büdzséjét Brüsszelben ne vágják meg. Itt Magyarországon 2 hónap alatt 200 000 aláírást tudtunk összegyűjteni, aminek azért volt nemzetközi visszhangja. Tehát az nem magától értetődő, hogy egy ekkora országban, mint Magyarország, 2 hónap alatt 200 000 aláírást össze tudjunk gyűjteni. De ez sikerült, meg tudtuk védeni az érdekeinket, és hát nyilván a kettes pillérből az előbb említett átcsoportosítás után van azért 3300 milliárd forint az egyes pillérben. És most, ha megengedik, akkor megpróbálnám ezt hektára lebontani, mert ez az 1000 milliárdokkal dobálózás, ez persze nagyon jól hangzik, még minél nagyobb számról beszélnek a politikusok, annál jobb, de szerintem mindenki akkor érti meg ezt a számot, hogyha azt hektára levetítjük, és megpróbálja a saját gazdasága szintjére átültetni.
Na most matematikailag nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis, hogyha ezt a 3300 milliárd forintot, ami az egyes pillérben rendelkezésre áll, ezt elosztjuk 7 évvel, és elosztjuk azzal a hektár mennyiséggel, amit Magyarországon általában az egységes kérelemben beadunk, akkor azt kapjuk, hogy kb. 100 000 forint jut hektáronként. De nyilván ez egy elméleti szám, mert az egyes pillérnek a teljes büdzséjét azt nem területalapú kifizetésekre költjük el. Az első dolog, amit ugye kifizetünk ebből, az a termeléshez kötött támogatásoknak a borítékja. Ez egy 15%-os csomag, 13 plusz 2, ha valakinek így ismerős, ugye 2% a fehérje támogatás. Tehát ez a 15%-ot, ezt vonjuk le belőle, ugye ez egyből 100 ezerből a 15%, ugye az nagyon egyszerű számolni, az 15 ezer forintot fog jelenteni. Tehát azt vonjuk le. Ugye a terméshez kötött támogatás, ez nyilván nem csak a fehérje, ez a anyajú, dohány, rizs, hizóbika, hadd ne soroljam. 85 ezer forintnál tartunk, ebből még le kell vonni néhány tételt. Az első, amit le kell vonni, ez a fiatal gazdáknak járó támogatás. Ugye ez a most futó, vagy most nemrég zárult közös agrárpolitika időszakában is volt. Ugye ez az első 90 hektár után járt a gazdálkodóknak, a gazdálkodás megkezdése utáni első 5 esztendőben, ha nem érték el a 40 évet, és nagyságrendileg 20-25 ezer forintos többlet kifizetés jelentett ez a fiatal gazdálkodóknak. De ez a program ez megmarad, viszont növekedni fognak az értékek, mind hektárban, ami 90-ről felmegy 300 hektára, tehát az első 300 hektára fog járni ez a pénz, illetve ez közel meg fog duplázódni, tehát akár az 50 ezer forintot is el fogja érni hektáronként, amivel a fiatalok többet kapnak. Úgyhogy mindenki nézzen körül otthon a családba, hogy hát az asztal fiával lakozik valami olyan legény lány, akinek tudjuk használni az életkorát és a lehetőségeit. Na ez 1,5%-nyi kifizetés, ez levonva 83.500 forintnál vagyunk. Le kell vonni az úgynevezett redistribúciót. Ez egy újraelosztást jelent, tehát így lehetne ezt magyarra fordítani. Ez azt jelenti, hogy mindenkitől elveszünk pénzt, viszont a kis, közepes gazdaságoknak adjuk oda. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az első 10 hektárjára mindenki fog kapni 20 ezer forintot, tehát minden egyes hektára plusz 20 ezer forintot, és 11 hektártól 300 hektárig pedig plusz 10 ezer forintot, 300 hektár fölött pedig nincs ilyen kifizetés. Ezt nyilván mindenki kiszámolja a saját gazdaságának, ez mit jelent, viszont ezt is vonjuk le belőle, és akkor az 73.500 forintnál vagyunk, ami biztosan területalapon kifizethető lenne, de még egy tételt le kell vonni belőle, ez pedig az ÖkoScheme, amit magyarra úgy fordítottunk, hogy Agrárökológiai Alapprogram, vagyis AÖP. Ez az AÖP, ez egy az AKG-hoz nagyon hasonló program lesz, két nagyon jelentős különbséggel. Az egyik nagy különbség, hogy ez egyéves vállalásokat fog tartalmazni. Ugye az AKG az mostani 3, de az azt megelőző 5, sőt 6 éves is volt ugye egy év hosszabbítással. Tehát ez egy évenkénti megújuló vállalás lesz. Tehát mondhatom azt egyik évben, hogy igen, vállalom, következő évben nem. És még egy nagyon fontos különbség, hogy ez normatív alapon jár. Tehát nem pályázni kell rá, mint az AKG-ra, hanem hogyha én az egységes kérelembe beixelem a vállásaimat, akkor ez nekem alapvetően jár. Nem kell érte azon kívül, hogy betartom a vállásomat, nem kell érte tennem semmit, nem fognak pontozni, nem fogják elbírálni, ez egy normatív kifizetésként értelmezendő. Ez egy 15%-os részt fog jelenteni a büdzsén belül. Itt igyekszünk olyan megoldásokat találni és olyan javaslatokat megfogalmazni, hogy ebben az Agrár Ökológiai Alapprogramban ne csak ilyen sötét-zöld félőrültek örüljenek annak, hogy milyen jó, hogy van ilyen program, hanem értelmezhető gazdasági szempontból is jó javaslatok legyenek, és mondjuk ne legyen nehezen hozzáférhető. Most mondok egy példát, ez nyilván egy kiragadott példa. Baktérium trágya azért nincs az AKG-ban, mert valamit ide is kellett hagyni. Tehát az AÖP-ben mondjuk egy baktérium trágya vállalásával már forráshoz lehet jutni. Úgyhogy reményeink szerint ilyen típusú vállalásokat kell majd tenni. Na és akkor így jutottunk el, ha ezt még levonjuk belőle, akkor 58.500 forintig értünk el. Na ebből már nem vonunk le többet.
Tehát 58.500 forintot mindenki mérettől függetlenül hektáronként egészen biztosan meg fog kapni. Ehhez kell hozzáadni a gazdaság méretéből fakadó plusz forrásokat, esetleg ha van fiatal gazdatámogatás, hozzá kell adni az agrárökológiai alapprogramban vállaltakhoz kapcsolódó tételeket, meg esetleg, hogyha van, de az ugye már nem hektár alapú, vagy nem kizárólag hektár alapú a termeléshez kötött támogatásoknak a rendszere. Tehát így néz ki a közös agrárpolitika 2-es és 1-es pillére. A beadással kapcsolatban, ugye most éppen a beadásnak az időszakában vagyunk, ugye a falugazdászok szokás szerint igyekeznek minden tudásuk szerint rendelkezésre állni és segíteni a gazdálkodóknak. Mindegy 600 falugazdászunk végzi most a munkáját, 1700 irodában vagyunk jelen, és körülbelül az egységes kérelmek 70%-át a falugazdászokon keresztül szokták benyújtani a gazdálkodók. Nem gondoljuk, hogy idén földomlásszerű változás lenne ebben, úgyhogy nagyságrendileg 110 ezer kérelem beadásával kalkulálunk az idei esztendőben is. Az elmúlt időszakban nagyon büszkék voltunk arra, hogy az Európai Unió azon nagyon-nagyon kevés országa közé tartoztunk, amelyik időben be tudta adni az egységes kérelmeket teljes mennyiségében. Ugye ez nem volt magától érthetődő. Ugye egyrészt nekünk is meg kellett küzdeni azzal, hogy a Covid miatt a személyes kapcsolattartás lehetősége azért az nem volt magától érthetődő, és emiatt nehézkesen ment a dolog. Nagy-nagy európai országokban nem is tudták beadni a május 15-i határidőig, vagy ahol beadták ott és lezárták ott, nagyon sok gazdálkodó fizikailag nem tudta beadni. Nálunk ilyen probléma nem volt. És ennek miért van jelentősége? Azért, mert hogyha időben leadjuk az egységes kérelmet, fel tudják dolgozni, le tudják ellenőrizni, megvan az adategyeztetés, megvannak a hibajavítások, és ha minden jól megy, akkor tudunk előleget fizetni. Mert előleget november 30-ig lehet fizetni, utána már nem lehet fizetni. És ezért volt fontos az, hogy időbe beérkezzenek, mert valóban a gazdálkodók hozzászoktak ahhoz, mondhatnám azt, hogy szinte már elvárják, hogy novemberben a pályázati, vagy az egységes kérelemből fakadó pénz az ott legyen a számlájukon. Én magam is gazdálkodok, én sokkal jobban szeretem, ha pénz nálam van, és nem a kincstárnál, de azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül. Tehát ezért volt fontos az, hogy ezeket az egységes kérelmeket időben be tudjuk adni. Amire büszkék vagyunk még, az az, hogy 3%-nál van csak szükség adategyeztetésre. Ez nem hibát jelent feltétlenül, hanem adategyeztetést, ami egy nagyon jó hiba százalék, és nyilván itt ennek egy jelentős része az egyébként nagyon egyszerűen néhány körtelefonnal egyébként egyenesbe állítható. Ugye a falugazdászoknak az idei, a tavalyi esztendő az azért is érdekes volt, mert a családi gazdaságokról szóló törvény hatályba lépésével nekik volt dolguk. 115 ezer ügyintézést kellett, hogy bonyolítsanak ahhoz, hogy az új családi gazdasági modell az zökkenőmentesen hatályba tudjon lépni. És itt át is térnék arra, hogy milyen jogszabályokkal foglalkoztunk az elmúlt időszakban, mert a kamarának meggyőződésem szerint az is egy fontos feladata, hogy élhető jogi környezetet próbáljon meg a tagjai számára kilobbizni, kierőszakolni, elérni. Ezek közül én azt gondolom az elmúlt közel 5 éves ciklusra, ha visszatekintünk, az egyik meghatározó ilyen jogszabály volt, ami kamarai műhelyben készült. Ez a családi gazdaságokról szóló törvény volt, ami ugye magába foglalta az őstermelői rendszernek az újragondolását, ugye a kiegészítő tevékenységeknek a bővítését, az értékhatároknak a változtatását, és ráadásul ugye azt egy dinamikus modellel tudtuk megoldani, tehát nem egy számot írtunk bele, hanem a minimálbérnek a szorzatát. Ezek azt gondolom, hogy fontos lépések voltak, és eljutottunk odáig, hogy hát Magyarországon mezőgazdasági termelést effektív adómentessel lehet végezni. Akkor kell adót fizetni, ha valaki egy évben több mint 50 millió forintot szeretne kivenni a cégéből. Úgyhogy én nagyon várok arra, hogy egyszerűen úgy szeretnék adót fizetni, de pillanatnyilag ez a veszély nem fenyeget, egy kicsit majd később. A generációváltás, adminisztráció csökkentés, az mind-mind a motiváció között volt akkor, amikor ezt a családi gazdasági modellt megpróbáltuk létrehozni. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt így meg tudtuk tenni, hisz akár más ágazatok szereplőivel, akár Magyarországon kívüli mezőgazdasági termelőkkel, hogyha adózásról beszélünk, akkor egyelőre még csak pozitív és rácsodálkozó visszajelzéseket kaptunk a magyar agráradózásnak a lehetőségeiről.
És ami még fontos volt, amiért még azt gondoltuk, hogy ezt a lépést meg kell tenni, és ezt jogi értelemben a parlamenten végig kell vinni, az az, hogy akkor már párhuzamosan foglalkoztunk azzal, hogy mit fog jelenteni, ha lesz egy magasabb vidékfejlesztési program keretösszeg. Nyilván ezt le is kell tudni hívni. És azt gondoltuk, hogy az a legegyszerűbb módja, hogyha a gazdáknak úgy adunk pénzt, hogy nem vesszük el tőlük. Tehát azzal tudunk még segíteni nekik, hogyha kvázi adómentessé tesszük a mezőgazdasági tevékenységet, így minél több pénz marad a gazdaságban, annál nagyobb eséllyel tudjuk majd a megnövekedett vidékfejlesztési programban rendelkezésre álló forrásokat lehívni. A néhány szám 290 ezer őstermelő és 23 ezer családi gazdaság, illetve 83 ezer családtagot érintettek ezek a változások, amik meggyőződésünk szerint pozitívak voltak. Ugye három szervezeti forma alakult ki, az őstermelők családi gazdasága, meg az úgynevezett CMT, családi mezőgazdasági társaságoknak a rendszere. Ugye 22-ben ez azt jelenti, hogy 12 millió forint árbevételig nincs SZIA fizetési kötelezettség, de ha valaki azt meghaladja, akkor maximum 180 ezer forintot kell neki évente fizetni, de ehhez már 24 millió forintos árbevételt kell abszolválnia. Kevésbé jelentős, vagy kevésbé komplex, de azt gondolom, hogy nem jelentéktelen jogszabályváltozás volt a nitrátrendeletnek a módosítása, ugyanivel azt értük el, hogy egy hónappal tovább lehetett a műtrágyát használni az őszi időszakban. Itt a klimatikus viszonyok azt láttuk, hogy indokoltá teszik ezt, éhesek voltak a buzák, szükségük volt a tápanyagra a téli időszakban is. Ezt a kamara kezdeményezte, ehhez kellett kutatásokat végezni, kísérleteket végezni, ezt a kamara finanszírozta, akkor megjöttek a tudományos eredmények, azzal tudtunk érvelni, hogy a nitrátrendeletet tudjuk módosítani, de hál' Istennek, mert ezt is múlt időben tudjuk mondani. Ugye a gazdaság átadásnak a kérdése, ez előjön jogi, meg egy-egy gazdafórum keretein belül is, hisz ez tényleg egy napi szinten családok napjai, minden napjaiban megjelenő kérdéskör. Itt a gazdaság átadás, mint jogi lehetőség, az ugye jövő január 1-től indul el. Ez egy új lehetőség lesz. Szeretném mondani, hogy ez nem alternatívája lesz, vagy nem egy más korábbi megoldásokat kiváltó jogi intézmény lesz, tehát természetesen továbbra is lehet majd végrendeletet írni, meg hát nyilván továbbra is mindenkinek jogában áll végrendelet nélkül is meghalni, tehát ezt senki nem fogja megtiltani senkinek, de ez egy új lehetőség. Gazdaság átadási szerződést kötve, akár visszterhessen, akár ajándék formájában, még az életében rendelkezhet valaki arra, hogy a gazdaságát átadja. Ez azt gondolom egy nagyszerű lehetőség, mert a gazdaság átvevőjének van egy óriási előnye ebben az esetben, hogy tud kérdezni. Tud kérdezni attól, akitől a gazdaságot átveszi. És egyébként egyéb más ösztönző tényezőket is tettünk még. Egy például a vidékfejlesztési programban a gazdaság átvevője az magasabb támogatási intenzitással tud majd pályázni, legyen szó bármilyen vidékfejlesztési programban kiírt pályázatról. Az adózási kérdéseknél egy fontos dolgot elvartunk, ez egy agrársalátában menve, hogy abban az esetben, hogyha a termelési tényező termőeszközt, mondjuk tisztán egy traktort valaki eladott, akkor azt eldöntheti, hogy azt őstermelői bevételként vagy önálló tevékenységből származó bevételként könyveli el. Nyilván ez a könyvelők számára ez egy izgalmas kérdés, nekünk meg abból a szempontból, hogy kell-e SZIA-t fizetni az eladott traktor után. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az, hogy itt most mindenki eldönthette, hogy melyik sorra könyvelje rá az értékesítést, ezért nagyon sokaknak az adózási kötelezettségét érdemben csökkentette, vagy jó eséllyel le is nullázta. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt.